Kérdéssel, hogy kicsit serkenteni kéne a társaságot, mert utána pedig Varga Csaba professzor fog és Balogh Béla professzor fognak előadást tartani. A Németh József, a helyi vízigazgató, ő nem tudott jönni egyéb elfoglaltság miatt, egy kis technikai hibát elkövettünk a szervezésnél, és ezért elnézést is kérünk tőle, mert a meghívó tervezet az már úgy ment ki, hogy a nevét tartalmazta, és nem volt személyes egyeztetés, nem nagyon tudtuk elérni egyéb elfoglaltsága miatt, de elnézést kérünk, hogy nem lehetett itt, de itt voltak a képviselői, és ők egyébként partnerek minden településnél, az Észak-Dunántúl vízügyigazgatóság, és személyesen Németh József is elkötelezett ezeknek a rendszereknek, például az Árpád-körúti vízkormányzási rendszert is ő egy elkötelezettként szemléli, tehát a döntéshozóknak kell majd a segítségét hozni. Van esetleg kérdés? Polgármester urak, már nem sok van. Robert. Nagy Bajcsi polgármester, aki szintén tervez, ha jól tudom, vízi turizmus, meg ilyesmit. Nincsen? Gazdálkodó, jól látszik. Jó, akkor megkérem utó Varga Csabát. Betöltöttük a... Nem használok. Szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm én is a meghívást. Miután mostanában nem sokat dolgoztunk Győr-Sopron megyébe, ezért illik, hogy néhány dolgot elmondjak magunkról. A Stratégia Kutató Intézet 25 éves intézmény, három fő tevékenysége van: kutatás, stratégiakészítés és fejlesztések, projektek végigvitele. Csak érdekességként mondom, hogy Magyarországon az elmúlt 20 évben körülbelül 300 településnek, kistérségnek, megyének vagy régiónak írtunk különböző stratégiákat és programokat. Amilyen most én itt vagyok, gondolom Zoli azért hívott meg engem, hogy néhány olyan kérdésről beszéljek, ami kicsit túlmutat a vízgazdálkodáson, hiszen a válaszok, majd, amiket próbálok összefoglalni, jelzik majd, hogy miért látjuk ezt rendkívül fontosnak. A mai konferenciát végig hallgatva szeretnék megfogalmazni egy nagyon jó esetet. Munkánk miatt nagyon sok konferencián ülünk, nagyon sokszor nagy csalódásokkal megyünk haza, az előadók többsége nem megfelelő módon, vagy nem megfelelő őszintességgel beszél a problémákról és a megoldásokról. Ma jó volt itt lenni önökkel, az előadóknak külön köszönöm azt a tisztességet, vagy szakmai bátorságot, hogy szembenéznek azokkal a problémákkal, amelyekkel már egyébként régóta szembe kellett volna nézni. Ez volt a köszönetnek a jele. A másik, ami még az előadáson bevezetőhez tartozik, egy felvetés. Mindabból, amit elmondtak, néhány általános konklúzió következik, amit szeretnék most ugyanilyen tisztán, világosan kimondani, amiből következik majd egy csomó konkrét lépés, bármelyik településsel lebontva. Ha csak végignézzük az európai kontinens történetet az elmúlt 2-3 ezer évben, akkor teljesen világosan látszik, amit önök mondanak, visszaigazolódik, hogy ami történt itt, abban a természet teljes mértékben vétlen. Ami rombolás végigmegy, akár a levegő, víz, föld vagy bármilyen tekintetében, azt nem a természet okozta. A kérdés az, hogy miért történt. Az eladásokról ez is világosan kiderült, nagyon pontosan megfogalmazták a krízisek okát, a probléma az emberben van. A kérdés az, hogy 2015-ben, ebben az új században van-e annyi eszünk, bátorságunk, akár egy-egy település vagy egy-egy nemzet szintjén végig gondolni azt, hogy oké, ez így van, az emberben van a hiba, akkor végül is a megoldások kulcspontja nem az adott természeti rész, mondjuk víz, levegő, stb. Problémája, mert neki nincs önmagával a problémája. A probléma nem abban van, hogy van-e forrásunk, vagy nincs, unió ad, vagy nem ad pénzt, mert így is, úgy is a dolgot meg kell oldanunk, ha életben akarunk maradni. A harmadik, ami ide
felteltő kérdés az úgy hangzik, hogyha még kicsit is bíznánk a technológiák önmegmentő szerepében, azt is lehet, ha már jól érzünk, technológiák önmagában nem hoznak megváltást, bár mondjuk az Uri által felvetett kérdéskör, tehát az Árpád-kori vízkormányzás segít, de igen, nagyon sokat segítene nagyon sok helyen, de ez már nem technológiai kérdés, és akkor sem technológiai kérdés. Mert amikor annak az őseink egy ilyen vízkormányzást terveztek és valósítottak meg, abban nem a technológia volt a kulcskérdés, hanem a szemléletük, a természeti viszonyuk, a természeti való viszonyuk volt a perdöntő benne. És ez arra utal megint, hogy az emberben keresendő a megoldás. Most, ha itt vagyunk, és mondjuk az elmúlt néhány hónap Európa eseményét végig gondoljuk, akárcsak az orosz-ukrán háború kapcsán nagyon világosan látszik, hogy olyan hihetetlen, ártalmas folyamatok mennek végig a kontinensen, most nem mennék el az okok elemzésébe, ahol megint az okok az emberben keresendők. Mindebből összefoglalva azt lehet mondani, hogy ha előre nézünk nem hosszú időre, az uniós normák alapján a kötelező 25 évre nézünk csak előre, ami egy nagyon nagy távolság most 2015-ből, mert ugye az azt jelenteni, hogy 2040-ig akarunk előre gondolkodni. Ha ilyen messzire nézünk előre, akkor a következő pontokon lehetne előre menni, akár vízgazdálkodás, akár mondjuk talajművelés szempontjából. Jóval olyan projektünk van most Magyarországon, ami épp a talaj rendbetételét kísérli meg. Nagyon sok friss tapasztalatuk van, hogy ezek hogy működnek, vagy miért nem működnek. De most kezdeném az általános felismerésekkel. A jelenlévő professzoroknak nem fogok most újat mondani, de azért megismétlen. Ma a világ tudománya azon a forduló ponton van, hogy nagyon tisztán kezdi belátni, hogy rendkívül keveset tud. Bármiről beszélünk, a természet az anyag bármilyen formájáról, a tudásunk rendkívül korlátozott, miközben rengeteg eredményt tudunk felsorolni nagyon sok részletkérdésről. Például mondok egy érdekes példát, csak jelzésképpen azért, hogy ne legyen az elhangzott mondat ilyen túlságosan levegőben lógó, hogy a mostani Mars kísérlet előkészítésénél kiderült, hogy mondjuk bármilyen anyagról beszélünk, bármilyen kőzetről, vagy bármilyen mesterséges anyagról, a benne lévő részecskék mindegyike teljes emlékezettel bír, és ha megváltozik az anyag körülötti tér állapota, minden anyag automatikusan visszaáll eredeti állapotára. Ami arra utal például, hogy az anyag, most bármiről beszélünk, vízről, fáról, nem tudom, kőről, bármiről, összes anyagi formáció, vagy anyag, amiről beszélünk, az tulajdonképpen olyan részecskékből áll, amelyeknek a képessége, a belső tartalma sokkal több, mint amit a tudomány eddig az elmúlt 200 évben erről feltételezett. Ez csak egy példa volt. Ami arra utal, hogy ha a tudomány ezen a mostani fordulóponton jelentős mértékben előre lép, akkor az anyag ismeretének a bővülése jóvoltából sokkal többet tudunk a természetre bízni a megoldások végigvitelére, mint magára az emberre. Ez egy nagyon furcsa kijelentés volt, én ezt belátom, de a helyzet az, hogy a földbolygó önmagában is nagyon nagy mértékben képes arra, hogy önmagát helyreállítsa, és egyre több jelét látjuk ennek, és még komolyabb jelek várhatóak. De ha lemegyünk mondjuk odáig, hogy az elmúlt 5 évben a legfontosabb világ genetikai kutatóközpontokban milyen új eredmények vannak, mondjuk egyet említek ebből csak, hogy mondjuk minden emberi testben lévő DNS mellett van egy másik úgynevezett phantom DNS, amit csak árnyékként mérnek ki, és az a legfontosabb
hogy mondjam, központja a DNS működésének, már megint túlléptünk bizonyos korlátokat, sokkal többet értünk meg magával a anyag vagy a természet viselkedéséből. Tehát egy olyan korszak kezdődhet, amikor sokkal többet bízhatunk a természetre. De még mindig nem vagyunk az embernél, mert igazából az a kérdés, hogy az embert hogyan lehetne ugyanilyen képességei szempontjából egy nagyobb mozgásra sarkalni. Nemrég fejeztünk be egy kutatást, ami az volt a lényeg, hogy megnézzük, hogy az Európai Unió tagállamaiban milyen ökofalvak vannak, melyik hogyan működik, melyik milyen törekvés jelent, és melyik milyen eredményt ért el. A meglepetés az volt először is, hogy Európában hihetetlen nagy számban vannak különböző ökofalvak, ahol minimum 30-40 családtól több száz, több ezer családig működnek már ilyen ökoközösségek, amelyeknek egyik fő célja éppen az, hogy mondjuk a vízgazdálkodást megoldja többek között. És nézve ezeket az ökofalvakat, azt lehet tapasztalni náluk, hogy igazából egy nagyon érdekes törekvést jelentenek, mert azt ismerik föl, amit egyébként minden ősi kultúra nagyon jól tudott, és nálunk is a Kárpát-medencében, vagy a Kárpát-hazában ezek nagyon ősi felismerések, hogy igazából minden kérdés megoldása azon működik, hogy az embernek milyen a belső állapota, és ennek alapján tud-e közösségenként önálló, rendkívül tudatos, rendkívül messze menő változtatásokat végigvinni. Most ez azért nehéz kérdés egyébként, mert az összes ősi kultúra azt tanítja mindenkinek, hogy az ember alapvetően nem fizikai lény, vagy ők mondták, az ember nem test. Ebből az következik, hogy az ember tehát akkor mi az, ami más? A hagyományos keresztény fogalom szerint léleknek hívják, a modern tudomány tudatként nevezi meg ugyanezt a terminumot, amiből az következik, hogy az ember lényege az, hogy tudat, vagy tudatállapot, tudatminőség, lehetne ezt hosszan ragozni. Erre van egy kutatócsoportunk, ami 10-valahány éve ezzel foglalkozik, rengeteg könyvet írtunk, de persze mennék, mert akkor nem mennek haza holnap reggelig. Csak azt akarom jelezni kedvesen és finoman, hogy az embert próbáljuk másképpen értelmezni, hogy egyébként kéne a természetet is most már majd értelmeznünk, akkor kiderülne, hogy itt olyan dimenziók állnak lehetőségként előttünk, amelyek konkrét eredményeket hoznak. Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye egész Európában a drámák egyik oka az egyetemi hálózatoknak a helyen közeli csődje, mert hogy az egyetemek mai formáit nem töltik be az elvárt kívánalmakat, és ebben csak a lerontott idezők egyike volt a bognai folyamat, nem azon múlott ez a lepusztulás, hanem sokkal komolyabb okai vannak ennek. De mindebből az a kérdés, hogy az ember belső változásait hogyan lehetne folytatni, és hogyan lehetne magasabb szintre emelni, ami alapvetően tudatfejlesztés, tehát nem csak tudás, hanem tudatfejlesztés. Ráadásul a kollégák biztos jól értik ezt a kérdést, hogy bizonyos tudások befogadásához már magasabb tudatállapot kell a kutatóktól is, mert nem is értik, hogy miről szól a tudás, tehát önmagában nincs már tudásfejlesztés sem. Ennyi volt a bevezető. Amit ennek kapcsán szeretnék mondani most, a konkrét megoldásokhoz kötve. A következő 25 év összes stratégiai erőjelzése arról beszél, hogy a világ újraépítése alapvetően lokális szinteken fog végre menni, nagyon komoly kormányzati segítségekkel, de a kulcsa település csoportokban van. Ebből az következik tehát, hogy az a kérdés, hogy egy-egy település, vagy néhány szomszédos település hogyan képes a saját fejlődési útját meghatározni és végigvinni. És ebből a szempontból nagyon izgalmas kérdés az, hogy bármelyik település, vagy bármelyik település csoport milyen utat válaszol. Most ebből a szempontból nyilván az első kérdés az lehet, hogy egy település önmagát hogyan tekinti közösségként, és hogyan tudja önmagát közösségként újra teremteni. Ez már nem téma a beszélgetésen, csak jelezni akarom, hogy ez az egyik kulcskérdés, legalább olyan kulcskérdés, mint mondjuk a víz, vagy a levegő, vagy akár a föld állapota.
A másik izgalmas kérdés az, hogy egy település képes-e most már a teljes programját átgondolni. És van egy nagyon érdekes felismerés, hogy a jövő legfeljebb 40%-ban függ a adott pillanatnyi jelen állapot, a jelen kényszereitől. A jövő létrejötte nagyobb arányban a bennünk kialakult jövőképtől függ. Tehát nem attól, hogy miben vagyunk, milyen helyzetben, milyen korlátok között, mi a bajunk, hanem főként attól függ, hogy tudjuk-e, felismerjük-e, hogy mit akarunk csinálni. És ha tudjuk, hogy mi a mi jövőképünk, ha az irányban kezdünk el dolgozni, akkor az lesz a jövő. Ha maradunk a jelen fogságában, akkor abban a pillanatban a jövőnk a jelen megismétlése lesz szükségképpen. Tehát minden település vagy közösség jövője attól függ, hogy mennyire érlelődik meg az adott településen a saját jövőképük. A jövőkép viszont egy olyan mátrixrendszer, amelyben nincs önmagában egyetlen komponens sem kulcshelyzetben. Nagyon sokat beszélhetnék én is most itt a vízügy kapcsán, mondjuk a települési önellátásról, aminek része a települési önvízellátás kérdése is. Külön beszélhetnénk az élelem, és nem élelmiszer önellátásról, hiszen Magyarországon most egy hihetetlen mozgalom kezd kibontakozódni, amit a kiskertek és a közösségi kiskertek új rendszere teremtődik meg. Messze eltér az elmúlt 50 év mezőgazdasági technológiai és kultúrájától, tehát kezdve attól, hogy már nincs kertásásra szükség, nem szabad a kertet fölásni, de adáig mondjuk, hogy majd a Béla fog erről beszélni, milyen komposztálás lenne az optimális. Bármeddig megyünk bele ebben a kérdésben, egy biztos, hogy ez nagyon fontos kérdés, de ez is emberen belüli probléma, ez is szellemi kérdés, ami első állapotunktól függ, hogy meddig jutunk ebben előre. Itt élik egy kitérőttemmem, hogy a földbolygó mai állapot alapvetően politikai és alapvetően globális gazdasági csúcskonfliktusok miatt nagyon labilis állapotban van. Tehát minden település jó okkal teszi, ez igaz erre a településre is, vagy bármelyik szomszédosra, hogy bizonyos biztonsági felismerések miatt berendezkedik bizonyos olyan fajta gazdálkodásra, akár élelmiszergazdálkodásra, vagy élelemgazdálkodásra is, amelyikben bizonyos tartalékokat tud létrehozni. Nincsenek arra garanciáink, hogy a következő, nem tudom, 5-10 évben minden alapvetően jól fog működni. És ez nagyon nem Magyarországtól, vagy nem, nagyon, nagyon nem a Kárpát-medencétől függ. Tehát az élelem önellátás kérdése az ma alapvetően társadalmi biztonsági kérdésé válik, és ezt jó, ha tudja minden település. Folytatva az előbbieket, a következő kérdés az, hogy rendben van, megpróbálunk valamilyen módon ökogazdálkodást folytatni, de ugye jól tudjuk, hogy az ökogazdálkodás most elismert normái, azok egy kompromisszumok, messze vagyunk még attól, hogy valóban nagyon jó minőség élelmiszerekkel tudjuk magunkat ellátni. De még nagyobb probléma az, erre mondok egy kedves példát, hogy itt a tél elején voltunk egy olyan tanácskozáson, ahol csupa ökogazdálkodó volt jelen. És a jelenlévő kitűnő, nagyon jókedélyű, tehát szellemileg friss emberek, viszont fizikailag rendkívül rossz állapotban voltak, és megkérdeztük tőlük, hogy oké, ökogazdálkodók vagytok, de emberként fizikai testben miért vagytok ilyen elhasznált, lepusztult állapotban? És kiderült, hogy a 20-valány gazdából szinte egyik sem fogyaszt ökoélelmiszert. Termeli különböző érdekekből, vagy különböző akár bölcs felismerésekből, de önmagát nem tekinti ugyanúgy, mint a búzát, vagy nem tudom én az almát. Magára nem úgy néz, hogy épp úgy kéne engem magammal is foglalkoznom, mint bármelyik másik általam termelt növényel. Tehát messze vagyunk a tudatosodásnak annak a szintjéről, a fokától, hogy az ökogazdaságban
az emberek öko életet, öko közösségi életet, vagy akár öko családot hozzanak létre, vagy akár a saját kiskertükben ugyanígy gazdálkodjanak. Tehát lassú a folyamat, és ebben az értelemben nagyon fontos lenne tehát, hogy minden településnek olyan belső együttműködés induljon el, most kezdve mondjuk a mintaágyások létrehozásától odáig, hogy hogyan lehet mondjuk egy családot valóban ellátni, nem tudom én, 100 négyzetméteren, és mit lehet ott megtermelni. Tehát egy alapvető változás előtt állunk, amelynek csak egy részkérdése a vízkérdés persze, de az egész oda mutat, hogy mindenképpen el kéne jutnunk egy olyan pontra, hogy egyre több emberben tudatosul, hogy önmagát ugyanúgy kéne tekintenie, mint mondjuk egy vadvirágot a mezőn, vagy mondjuk a feleségének a kertben ápolt rózsát, tehát hogy próbáljuk meg magunkat másképpen életben tartani. Ez elvezet egyébként az egészségügy kérdéséhez, hiszen ma minden ökofaluban az a kérdés fölmerül, hogyan lehet visszatanulni személyenként és családonként az öngyógyítást. Van már egy olyan falu most Tolna megyében, ahol az összes közteret és utcát idén tavasszal csak gyógynövényekkel ültetik be, és mindenkit visszatanítanak a faluban arra, hogyan lehet önmagát a gyógynövényekkel egészségesebb állapotba tartani. Ugye van olyan Kárpát-medencei kutatónk, aki összegyűjtötte a teljes magyarság, teljes öngyógyító összes ismeretét, visszatanítható bárkinek, tehát tulajdonképpen vissza kéne tanulni az egész magyarságnak ebben az értelemben azt, hogyan tudja saját magát, nem csak testként, tehát csak testnek következmény, lélekként, tudatként, szellemként egészségessé tenni, mert akkor lehetne valódi eredményeket elérni. Nagyon fontos kérdés mindenben a folyamatban az, most mindegy, minek hívjuk, hogy élőfalú, ökofalú, vagy nem tudom én, van már olyan település, ugye, amelyik részleteli demokrácia falunak hívja magát, vagy bármi másnak. Mindezek a törekvések arról szólnak, hogy hogyan tudom visszanyerni mindazokat a képességeimet, hagyományaimat, állapotaimat, távlataimat, reményeimet, amivel egy másfajta életminőség felé tudok elindulni. És ebben a folyamatban ismét fontossá válik a tudás kérdése. Ugye az Európai Unió 15 évvel ezelőtt elindított egy tudástársadalmi programot, ami nagyjából teljes mértékben csődbe ment, amelynek több oka van. Az egyik oka az, hogy az európai tömegkultúra hihetetlen mértékben hamis tudásokon és hamis mentalitásokra épül föl, tehát ellentétes. Ezzel másrészt pedig a globális gazdaság érdekei fölülírtak minden tudásközpontúságot, és a tőke központok hatalmi érdekei diktálták a változásokat. Tehát ebben az értelemben az összes a világ által létrehozott új tudás parlagon hever. Ez egy külön kérdés, hogy ma a világ tudás szempontja rendkívül szétszakadt. A legfontosabb kutató központokban olyan új tudások vannak, amelyek ma még jó rész szinte befogadhatatlanok vagy felmérhetetlenek. Ugyanakkor a világ krízisei pedig ezek az új tudásokat mindenképpen igényelnék a változásokhoz. Ezért nagyon sok olyan település van Magyarországon, akik megpróbálnak egy különleges képzési rendszert fölállítani. Ezt nevezhetjük egyébként a tudás önellátás rendszerének is. A mai is egyébként ilyen módon értelmezhető lehetne egyébként, ami arról szól, hogy mindegy, mit adunk az intézménynek nevet. Mint felnőtt oktatási intézmény, a dolog lényege abban keresendő, hogy próbáljunk meg minden olyan tudást begyűjteni, bárki által el tudunk érni, aki a problémáink megoldásában segít. Most ezek lehetnek hagyománykutatók, lehetnek kiváló tudósok, lehetnek művészek, lehetnek fejlesztők, bárkik. És egy bizonyos, hogy a következő 10 év arról fog szólni, hogy az új tudásokat hogyan lehet az egész Kárpát-medencében az emberek által, mindenki által elérhetővé tenni. És ennek mondjuk egyik része az például, hogy hogyan lehet
a Földet megmenteni, hogy hogyan lehet a Földnek a humusz tartalmát növelni. Mert a mostani állapotában van, ezt ugye itt is már többen elmondták, ez, ha azt mondaná, hogy rossz, akkor rendkívül pozitívan fogalmaztak. Tehát ebben az értelemben minden településnek, település csoportnak saját dolgává válik az önellátás a tudásokat tekintve is. Neki kell kitalálni, hogy mi kell neki tudásként, hogyan tudja megszerezni, hogyan tudja családonként elvinni, a családokhoz is elvinni. És rendkívül sok érdekes törekvés van, ami ezt szolgálja, és ilyen értelemben akkor, ha az előbbi logikán végigmentünk, tehát, hogy más viszony a természettel, a természetnek a teljes vagy lelki tudati állapotát figyelembe, hogyan lehet vele valóban partnerként együttműködni, hogyan lehet újra a mostani negatív individualizáció után a közösséget újra teremteni, földolteni lelkiséggel, szellemiséggel, magasabb tudatminőségekkel, hogyan lehet egy új típusú gazdálkodást létrehozni, hogyan lehet az egész globális világot most úgyis válságban tartó pénzügyi gazdasági válság összes jelentős negatív hatását legalább minimális mértékben ellensúlyozni. Tehát bármilyen kérdéshez nyúlunk, olyan megoldásokat vár tőlünk, amelyek mondjuk az elmúlt 3-400 évben nem igazán voltak divatban a Kárpát-medencébe is. És az záró 3-4 mondat arról szól, ami ezzel kapcsolatos, hogy elkezdtünk azon töprengeni, hogy a végig az összes komponens megnézzük a Matrixban, hogy milyen változásokra lenne szükség, hogy minden változásra megvannak részben a hagyományok, megvannak az emberek egy részében az összes belső elhatározás, elkötelezettség. Rendkívül sok ember ma akkorát ugrik a saját fejlődési útján, amit nem lehetett előre kiszámítani, tehát nagyon sokfajta önfejlesztés is végigfut az emberek nem kis részében. Ha mindezt végignézzük, ezt a programot hogyan lehetne megnevezni bizonyos értelemben egy-egy településre lebontva. Akik itt ökonomiával, gazdasággal foglalkoznak, ugye jól látják, hogy ma a földbolygón, ugye a mostani úgynevezett új kapitalizmusban, amit alapvetően pénzpiac központú világgazdaságnak kéne írni, ugye ennek a teljes csődje már senki által nem megkérdőjelezett, de ami ennél sokkal izgalmasabb, hogy a világon ma 7-8 olyan új gazdaságfejlesztési irány van, amelyek egymás is kiegészítik, de mindegyik valódi alternatíva. Ezeknek vannak neveik. Ugye az egyik, ami Magyarországon már kicsit ismertem, van az egy ilyen közösségi bankunk, hogy egy szóba írva, hogy társadalom vagy közösség, gazdaság, hogy a gazdaság teljes mértékben a közösségnek van ennél, nem pedig a mérhetetlen profitnak vagy piac érdekeknek. Ugyanilyen nagy divat ma a világon, úgynevezett erkölcsi gazdaság törekvés sorozata. Ez inkább mondjuk ázsiai országokban divat, de Magyarországon a Közgáz Egyetemen van egy erkölcsi gazdaság kutató központ is, amelyik ezzel foglalkozik, tehát nálunk is ez megjelent. Ugyanilyen példa nagyon sok felé a világon részben különböző vallásokhoz kötve megjelentek a boldogság gazdasági programok. Vannak már államok, amik erre építik törekvéseiket. Ugyanide tartozik a szeretett gazdaság teljes programja. Csak annyit mondanék zárójelben ennek kapcsán, hogy a Földnek, mint civilizációnak alapvető problémája az, hogy a legegyszerűbb emberi tevékenység értelmét kezdte elfelejteni. Mert amikor mondjuk én a tóból kiemelek egy pohár vizet, és már még iható íz, és megiszom, vagy mondjuk én otthon a fűrészemmel mondjuk egy szép, nem tudom én, ablakkeretet rakok össze, és nem tudom, faszegekkel összerakom, és lesz egy valódi igazi fából készült ablakom, vagy nem tudom én a gyerekemnek főzök egy spenót főzeléket, tehát minden emberi tevékenység minden szempontból, egy szempontból érdekes, hogy milyen mértékben képes a szeretetet, vagy a szeretet energiát közvetíteni. Bárki, aki mondjuk szereti a saját családját, és a családjáért sokat tesz, mindenki meg tudja tapasztalni azt a belső állapotot,
ha én mondjuk bármennyire is mondjuk nehéz egy fizikai munka, de a családomért csinálom, hihetetlen belső öröm van bennem, mert feltölt szeretettel az a döntés, hogy ezt én megteszem a saját családomért. Tehát minden a szeretet közvetítésére válik a világ egyik új, hogy mondjam, jövő álmává. Mindenből következik az, hogy Magyarországon egy olyan 50-60-70 település most mind azon töri a fejét, és sok mindenben elkezd változni, aminek ilyen fogalmakat adnak, hogy nem csak azt, hogy ökofalu vagy élőfalu, hanem azt mondják, hogy nem tudom, szeretetfalva, boldogságváros, vagy egyebek. Tehát olyan törekvések mennek végbe, amelyek ezeket a komplex programokat ilyen átfogó fogalmakkal jelölik meg. És mindez arról szól tulajdonképpen, hogy egy nagy földbolygót érintő, generális, univerzális, nagy változás elindult a Kárpát-medencében is, amelynek az egyik része, vagy egyik fontos eleme éppen az, hogy a települési közösségekhez kötve, a települési közösségek jövőjét újra gondolva, ilyenfajta új törekvések mennek végbe, amelyek fogják egyébként a valódi változásokat végigvinni a természettel való viszonyban is. Köszönöm a figyelmet! Ugye én ismerem Csabának a gondolkodását, azért átmehetek Advocato Diaboliba, az ördög ügyvédjének. Hát azért ma a körzeti orvos, meg a polgármester, meg a gyógyszerész abszolút nem az érdekli, hogy én mennyire szeretettel fordulok oda, hanem a napi küzdelemből, mert éppen az polgármester alól kihúzták a büdzsének a fedezetét, aztán az idős nagymama, aki az unokáját éppen Angliában Skype-on látja, az nem tud mit csinálni, hanem valahogy meg kéne jönni, közben betegség hegyek vannak, pénze nincs rá. Tehát ezt hogyan tudjuk összehozni gyakorlatban úgy, hogy milyen eszközhöz nyúljunk ahhoz, hogy ez tényleg el is induljon, mert az, hogy csak szigetekként, meg egy-egy helyen történik ilyen, mert az még nem vezet eredményre egy teljes paradigmaváltásra, vagy egy másik gondolkodásra, mert hogyha azt mondom, még a biogazdálkodók is lehet, hogy még nagyon kevesen vannak, pedig az igazság ott is van. Tehát ez kevés az, hogy csak biztatjuk őket. Tehát konkrétan mi az, amit most holnap tegyenek, mert a polgármesterek hazamennek, és azt fogják mondani, hogy hát dr. Varga Csaba, nagyon jó, de azzal nem tudjuk megtömni a spájzot, mert nem látjuk a munkánkat, hogyan túlja az ott. Zoli, jó barátom, ez a kérdéssel kedvezett nekem. El kell mondani egyszerű történetet az elején, ami így hangzik, hogy a 70-es évek végén egy apró kis városban, amit Washingtonnak hívnak, a városi rendőrség és több egyetem kutató csoportja egy furcsa kísérletet kezdett el. Egyrészt felmérték, hogy Washington városában hetente vagy havonta hány negatív esemény van. Gyilkosság, öngyilkosság, betörés, válás, éhezés és egy sereg tényező. Az összes negatív trendet pontosan elmérni, hogy mennyiből mennyi van átlagosan egy adott hónapban. Majd pedig azt csinálták, hogy jó, most legyen akkor, hogy ők nevezték, egy közösségi tudatfejlesztés, ami azt jelentette, hogy egy héten keresztül ebben a megavárosban 1000 ember néhány órát közösen meditált. Semmi más nem csinált, ha tetszik, azért ült csendben, és próbált önmagában elmélyülni és meditálni, hogy a város közösségi tudata nagyobb egyensúlyban legyen. És egy hét után Washington városában az összes negatív tényező átlagban 30%-kal csökkent. Na most, hogy ezt meg tudjuk érteni, hogy a tudatfejlesztés hogyan hat ki, milyen automatizmusokkal az összes fizikai folyamatra, ez nagyon nehéz a mai gondolkodásra. Ezt a kísérletet azóta több mint 100-szor megismételték a Földön, és mindegyik minden kontinensen ilyen eredményeket hozott. Most ebből az következik tehát, hogy
a változások módja és technikája nem pusztán a mai elképzelésünk szerinti. Nagyon úgy gondolkodik minden település, nem tudom én, szükségem van energiára, csináljunk újra három, nem tudom én, napenergia művet, vagy nem tudom én, csináljunk a folyókon, ha van egy vízi erőművet. Eldönt egy fizikai folyamatot, elkezd a kormánynál lobbizni, vagy más forrásokat keres, megépíti, és akkor azt mondja, van most energiám. Tehát a fejlődést tisztán a fizikai sűkön tervezi meg. Na most ez ilyen értelemben, ez egy rendkívül leegyszerűsített, primitív magatartása az ember adott településen, sokkal több változás, sokkal gyorsabban megy végbe. Na most ezért, amit mi csináltunk, ilyen típusú stratégiákat a te kérdésedre válaszolva, az a feladatokat ugyanúgy, mint a hagyományos települési stratégiák, le vannak bontva konkrét lépésekre. És persze benne vannak azok a kérdések, és mondjuk, hogy nem tudom én, a vala adott településen 560 kiskert, abból a 300, ami történjen. De a kiinduló pont nem az a kérdés pusztán, hogy mondjuk tudok-e adni minden kiskert tulajdonosnak mondjuk, nem tudom én, olyan természetes anyagot, amivel a humusz tartalmát a földnek, mondjuk embiót tudok-e adni az adott gazdának ahhoz, hogy a földjének az állapotát javítsa, hanem végig az egész folyamat víve, kezdve attól, hogy új tudás, hogy tudatfejlesztés, hogy közösségi összefogás meg egyebek, tehát egy sokkal teljesebb fejlődési utat próbálunk megrajzolni, de ugyanígy minden kérdésre minden válasz megvan. Jó, ezt értem, csak hogy amikor elküldünk 300 meghívót a Győr-Sopron megyébe, a polgármestereknek, gazdáknak, hogy jöjjenek el, és ha úgy kezdenünk, hogy akkor menjünk el imádkozni, nem fognak eljönni, és ezzel szemben azt mondja, hogy igen, New York volt erre pénz. De volt arra is pénz, hogy mint itt az Agrárkamara előadásáról hallottuk, hogy rengeteg öntöző művet lehet pályázni. Amerikában volt egy 70-es évek trend, hogy csöpögtetés és öntözéseket kezdtek el. Az eredménye az lett, hogy kiszivattyúzták az ivóvízbázisokat. Tehát ugye milyen eszközeink vannak? Az kevés, hogy imára hívjuk őket. Láthatóan itt is megvan, hogy pályázunk akkor csöpögtetés és öntözésre adott esetben, mert ugye az most egy korszerű öntözési technika. Ugye nálunk nem lesz biztos az, mint Amerikában, hogy kiszivattyúzzák alul az ivóvízbázis, már nem biztos. Tehát rossz az út. Közben igen, én értem, hogy te a gondolat és a teremtő törvényekre gondolsz, csak ezt ma kézzelfoghatóan kell tenni. Tehát én úgy gondolom. Ez egy egyszerű kérdés, amit mondasz. Én nem imáról beszéltem, az egy magasabb minőség lenne a meditációhoz képest. Tehát nem mentem bele ilyen kérdésekbe. Én ezt nagyon egyszerűen meg tudom neked válaszolni két szempontból. Az elmúlt hetekben jó néhány polgármesterrel volt szerencsém továbbra is négy szem között vagy több szem között beszélgetni. Ma a polgármesterek egy részének, amikről én vagy te beszélünk, vagy bármelyikünk beszél, teljesen világos. Tehát pontosan érti az összefüggéseket, nagyon jó jel egyébként. A másik, ami ide tartozik, és a válaszhoz hozzá tartozik, hogy ugye azt mondtam, hogy 1000 ember meditált a Washington városban. Azért, mert 1000 ember elég volt egy megaváros tudatának átalakításához. Ha egy faluban 10 ember ugyanezt elvégzi, ugyanezzel az eredménnyel jár. Hát az azt akartam mondani, hogy most itt volt 60 ember, és a 60 ember, ha most hazamegy, és valójában ezen meditációt, amit itt végeztünk, az cselekvésé teszi át, akkor lesz majd változás. Nem kell áttenni a cselekvés, önmagát elkezdeni teremteni. De nagyon érdekes, mert lesz egy olyan dolgunk két hét múlva egy megyeszék. Hadd kérdezzek egy konkrétot. Mondjuk Kamerafer Robert otthon hazamegy a településére, és ott is tudjuk, hogy 5 traktoros műveli azt a földet, amit előtte 600 embernek adott munkát. Milyen megoldást fog esetleg javasolni a gazdálkodásra, vagy éppen a vízkormányzásra, bár ott a Duna közel folyik. Mi esett le ebből a Robertnek? Tiszteltel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy a regulátor átérjek, és mindenkit személy szerint köszöntse. Hát most a őszinteség tekintetében gondoltam, hogy... Mindig az igazat. Persze, hogy az felszabadít, ugye? És akkor, ahogy a előadó úr elmondta, akkor igazán akkor lesz az eredményes, és fog
saját kis útfőmből, illetve valami úgy tudnám megfogalmazni. Egyetemlegesen kéne a tudatot megváltoztatni, de... Bocsánat, ugye ez hallatlan választ, ugye? Igen, hallom. Okay. Egyetemlegesen kéne a tudatot megváltoztatni, amihoz szerintem mi kevesebb vagyunk. Én kis magam példámból, útfőből merítvén, ahogy úgy látom, hogy 9 éve vagyok polgármester, elhíresültem is, tehát hogy miért választottak most meg, véletlenül azért, mert kettősnek tartanak, de ezt is őszintességgel mondom, mert indultak ellenem a 4-en, és azt a 4-et nem tartotta a közösség, mert egy kis közösségről élve, szóval mindenki mindenkit ismer, inkább kettős legyen a polgármester, mint tolvaj. Ezért választottak meg. Ide jutottam el ezzel a gondolkodással, amit ti bírtok. Én megmondom őszintén, hogy nem tudom az eredményét a tekintetben, hogy hol kéne elindulni, de talán úgy, hogy a fiatalságot is itt körbenézek az arcokon, mert igen, nálatok lehetne elkezdeni, mert pozitív energiával és jósággal és talán egy kicsit nem túl értékelve önmagamat, pozitív példa mutatással nem ér az ember semmit a mai világban. Tényleg nem. Köszönöm szépen. Pusztulása van ítéltetve ez a világ, de bízunk a jobban és a szépben, amit elmondtak az előadók, az minden így van, és tökéletesen itt a Árpád-kori vízrendszer tekintetében Pozsony és környéke, nektek nem kell elmondani, hogy Pozsony egy besenyő alapítási város, amit kevésbé tudnak, és itt hallottam kolléganőmtől is honfoglalás, hát honvisszafoglalás volt itt a Kárpát-medencében, és itt már ti és önök, akik nálam sokkal okosabbak, meg bölcsebbek, meg tapasztaltabbak, leírták már azokon a fórumokon, ami sajnos a fiatalsághoz, meg a hasonszörű és egyhívású hölgyek ezek is urakhoz nem jutott még el. Ez a magas kultúrának a bölcsője, és mi vezetők nem erről beszélünk. Akkor a fiatalság hogy fogja ezt megtapasztalni? És mielőtt visszaadnám a kihangosítót, egy fontos dolgot szeretnék elmondani, illetve felhívni a figyelmet. A szótárban feljegyzett szavaink becsületről, tisztességről lévén szó, és az a szó, amit ott bejegyzésre kerül, most már nem azt akarja. Egyik legfontosabb az vagy, ahogy gondolkodsz, ugye? Ahogy a lelkedet és a testedet táplálod, amilyen a szokásrended, ugye? És amit elfogyasztasz élelemként és nem élelmiszerként. Ennek az ötösnek az egysége adja össze azt, ami vagy. Most ebből sajnos az, ami a lelki táplálék, az embernek a legfontosabb, ugye ebben nem a fizikai létünk, hanem a lelkünk, aki innen lejön, csillagos jön, és akkor nem megyek bejebb ebbe a gondolatmenetbe. Amikor itt ebbe a földi világban egy hazugsággal találkozik, úgy kisgyermekkortól kezdve, 7 éves korig a Teremtőnek a kezében vagyunk, tudjuk, hogy miről beszélünk, és utána a földi hazugsággal találkozik fiatalként, akkor leír egy életet itt ebben a földi világban, és amikor a lelkét abban kéne, hogy táplálja a saját hite felfogása lévén, amit hozott valahonnan, onnan fentről, és azt csak folyamatosan mintejezik, az soha nem fog eltalálni a forráshoz és az eredőhöz. Gondolok ahhoz, arra, hogy eredendő vallásunkhoz nem térünk vissza. És amíg a lelki táplálékot, egyébként én is papok között nevelkedtem meg, a judeokrisztianizmus tekintetében a zsidó-keresztény vallás szerint lettem nevelve, amíg az ősök, vagy a most lévő falusi gyerekként lévén az idősebbek azt mondják, hogy hát pogány fölfogással éled az életedet, és bátorkodom elmondani neki, hogy latinul a pogány szó mit jelent, tehát vidéki, falusi embernek a megfogalmazása, addig miről beszéljünk.
amíg nem nevezzük Mervin a Pistikét Pistikének, a Juliskát meg Juliskának, vagy Jucikának, és ezt a kettőt összecsapjuk.